Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Check It Out YouTube csatornáján. Ebben a videóban meg fogjuk nézni a Binance-nek a Visa kártyáját, hiszen megérkezett, megküldte nekem a Binance ilyen kis borítékba, és levél formájában megérkezett a kártya. Erről fogunk beszélni, hogy ezzel a kis kártyával, itt amit a kezembe tartok, hogyan lehet a kriptovalutátokkal fizetni akár 2-3-4 kifliért, vagy egy Lamborghiniért a kártyával, a saját kriptovalutátokkal, és hogy hogyan, ha érdekel, tarts velem ebben a videóban is. Magát a Binance-nek a felületét és a honlapját, az oldalát nem kell gondolom sokaknak bemutatni. Mindenki ismeri, aki még nem ismerni és nem használná a Binance-et, annak lent van egy regisztrációs link a leírásba, használja nyugodtan, hiszen kedvezményt kaptok ti is, én is, mi is. Viszont ebben a videóban a kártyáról szeretnénk ugye beszélni, egyébként több videó is készült már a Binance-ről, akár tőlünk is, az NFT-kről, hogyan lehet a Binance Earn-t, a Binance Vault-ot használni. De most nézzük is meg, hogy itt a wallet fül alatt most már megjelent nemrégiben maga a kártya funkció is. Még mielőtt megnéznénk a kártya funkciót, próbáljuk ki magát a kártyát. Aztán miután a kezünkbe tartjuk a kártyánkat, elindulunk vele a Kauflandba, vagy esetleg a Tesco-ba, ez lényegtelen. Nincs más dolgunk, mint kivenni pár kiflit, a példa kedvéért elindulni vele a kasszához. Természetesen megtehetjük ugyanezt egy Lamborghinivel is, akkor azzal kell elmennünk a kasszához, de maradjunk a példa kedvéért a kiflinél. Letesszük a fizetési pultra, nincs más dolgunk kiválasztani a kártyás fizetést, ez 5,6 koronába fog kerülni, és a fizetés után már csak a terminálhoz oda kell érintenünk a kártyánkat, ezt a Binance kártyát. Természetesen az első fizetésnél aktiválnunk kell magát a kártyát, hogy a chip jó benne, bedugjuk a gépbe és úgy fizetjük ki, megadjuk a PIN kódunkat. Ezt a közeljövőben a második fizetéstől elkezdve már lehet érintéssel is használni. Amint látjátok, a Kauflandba például simán elfogadta a kriptokártyánkat 4 kifli vásárlásához, ami 5,6 koronába került. Itt látjátok, hogy a kifli már otthon van, 5,6 korona kifizetve, szóval működik. Oké, visszahuppanva a gép elé, itt vagyunk a Binance platformján, ahol ugye nem kell bemutatnunk a sok dolgot már, mint említettem, hiszen készült már a több videó az NFT-kről, a Finance fülnél, a kriptokártyáról most készül a videó, a Binance Earn, a Binance Vault, és így tovább, akkor minket érdekel az maga a kártya, a wallet fülnél a kártyára kattintva, betölti az oldalt, és itt bal felül mindenkinek kijelzi a kártyáját, kis zölden világít, hogy aktív, természetesen a saját nevével ellátva. Alul a tranzakció historinál lehet már látni, hogy tegnap, amikor a videót fölvettem, 14 óra 51-kor, a Kauflandba, Csehországba, az Neumóba vásároltunk vele 4 kiflit 22 euró centél, hiszen a kártya, maga a kártya egy eurós kártya, de mint látjátok a példában, hogy mi egy koronás vásárlást hajtottunk végre, mármint a pénz nem volt korona, ahol vásároltunk, ez teljesen mindegy, a kártya euróban elszámolja ezt. Mit is láthatunk itt jobb oldalt? Jobb oldalt láthatjuk, hogy kezel a kártya BUSD-t, eurót, tehát egy stablecoint, egy eurót, és több kriptovalutát, köztük a Bitcoint, a BNB-t, Cardano, Polkadot, Ethereumot is. Hogyan működik maga ez a kártyának a használata? Mivel a wallet itt külön kezeli, és hogyha rámegyünk az overview-ra, akkor látjuk, hogy a tárcánknak a tartalma, mint fiat and spot, és a megtakarítási, az earn, a pool, a funding. Ha erre rákattintunk, akkor látjuk, hogy mik vannak benne. A transfer fülre kattintva át tudjuk küldeni a fiat and spotból, tehát ahol tartjuk a coinokat, ezt megfordítjuk.
át tudjuk küldeni a kívánt kriptovalutát, mondjuk BUSD-t, hogyha az van, vagy akár Bitcoint, itt szépen megadjuk és átküldjük arra a walletre. Ezt ugyanúgy megtehetjük fordítva is, a funding, tehát a kártya walletből mondjuk a BUSD-nket, hogyha már nem szeretnénk ott tárolni, ott jelenleg 10 BUSD van, rákattintva, hogy max, vagy amennyit szeretnénk, vissza tudjuk küldeni abba a walletbe, ahova szeretnénk. Egyszerűen confirm. De menjünk is vissza a kártyára. Miért vannak itt különböző kriptovaluták, és mi a sorrendnek a lényege? Na most itt az a lényeg, hogy amilyen sorrendben ezt elrendezzük, mi ezt tudjuk változtatni, olyan sorrendben használja el a kártyáról a fedezetet, a vásárlásunk. Amint itt látjuk, van rajta összesen 24 euró értékben, és ha mondjuk mi vásárolunk 15 euróért valamit, akkor első körben ezt használja fel, hiszen ez van legelőbb a BUSD-t, majd euró nincs, majd következik a swipe, és ez már együttesen 11 euró, majd 4 euró értéket pedig a következő fedezetből fogja levenni, tehát egy 15 eurós vásárlás után nem lesz rajta több BUSD-nk, nem lesz több swipe-unk, és 9 euró értékű BNB-nk marad a számlán. Ez nagyon egyszerűen lehet mozgatni, hogy melyiket szeretnénk elsőbbre tenni, hogy azt használja elsőként. Egyébként a kártyánkat be is tudjuk fagyasztani, meg tudjuk nézni a PIN kódját neki, és így első ránézésre milyen akcióval kecsegtet ez még nekünk. Hát van egy CryptoBack akció, tehát minden vásárlás után százalékosan visszakapunk kriptót a vásárlásaink után. Milyen szintek vannak, ezt a View Level szinten meg tudjuk nézni. Az egyes szint az azt jelenti, hogy ha nincsen stékelve semmi BNB-tek, akkor 0,1% CryptoBacker rendelkeztek. A második szint, hogyha legalább egy BNB-t stékeltek, akkor 2%, ha legalább 10-et, akkor 3, ez az én szintem, 40-től 4, és így tovább lehet CryptoBacket visszakapni minden vásárlás után BNB-ben. Na most, hogy miért érdemes ezt a kártyát használni, arra az egyszerű válaszom az, hogy nem mindenki teheti meg, szerintem, hogy több ezer dollárokat realizáljon profitban, és nyilvánvalóan, hogyha a Binance számlátokon tartotok kriptovalutát, azt egy egyszerű kiutalással a saját bankszámlátokra realizálni tudjátok, tehát utána el tudjátok költeni azt az összeget, amit kiutaltok. Nyilván, aki kisebbe játszik, annak mondjuk 1-200 dolláros profitja van, nem biztos, hogy megéri mondjuk ilyen 50-100 dollárakat egyfolytában kiutalgatni a saját számlátokra, mert annak van egy átfutási ideje is. Van egy olyan ismerősöm is, aki a kriptovalutáját rendszeresen szeretné használni vásárlásra, a profitjából szeretné fenntartani a megélhetését. Erre például is alkalmas a Binance-nek a kártyája, hiszen egy egyszerű átmozgatással át tudjuk helyezni ebbe a tárcába a kriptovalutáinkat, vagy esetleg az eurónkat, mint itt is mutatja, vagy a stablecoint, amit ugye a Binance-en belül a MetaMask wallet-ünkbe tudjuk utalgatni egyszerűen a kriptovalutáinkat, farmolni a yieldet, a hozamokat, és így tovább, majd a MetaMask tárcából vissza a Binance-re, a tranzakciók a Binance Smart Chain-en viszonylag olcsónak mondhatóak, majd onnan a walletünkből a kártya walletbe átküldve, abban a pillanatban már használhatjuk ki is akár egy kifli vásárlására is. A kártyának a díja az igazándiból semmi, szóval nyugodtan megrendelhetitek a kártyát, és kiküldik postán egy borítékba, mint láttátok az elején, egy-két héten belül megérkezik bármelyik országba, és a későbbiekben csak egyszerűen a mobiltelefonotokról tudjátok kezelni ezt a tárcát, vagy a számítógépetekről, és amint látjátok, baromi egyszerűen működik, és nagyon egyszerű a kezelő felülete. Látszanak a tranzakciók, a későbbiekben a több tranzakció van, akkor a View More főre kattintva itt
ki fogja listázni az összes vásárlást, és ki is tudjátok majd exportálni ezeket a vásárlásokat, hogyha persze későbbi évben ugye szeretnétek a realizált profitotokat az adóbevallásnál letudni, itt mindent el tudtok menteni. Egyébként a kártya tranzakción kívül a wallet transfereket is mutatja, hogy mikor mennyi pénz mozgott át a sima tárcátokból ebbe a kártya walletbe. Úgyhogy minden szónak száz a vége, szerintem a Binance nagyon hatalmas dolgokat alkotott eddig és fog alkotni, hiszen a Binance-nek a tőzsdéjén szinte már mindent megtaláltuk az NFT Marketplace-től, elkezdve a staking lehetőségig, keresztül a kártyás vásárláson, kriptokártyát birtoklásával összekötve. Remélem értettétek, hogy mit akartam, hogy végére mondani. Ha tetszett a videó, egy lájkot dobjatok rá, a kérdésetek font tegyétek fel a videó alatt bátran, vagy a Discord csatornánkon. A linket letettem a leírásba, a Binance-hez a regisztrációs link is ott van, ha még nem lenne, a lájkot ne felejtsd a videóra dobni, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!